Jó! Szevasztok! Szevasztok, srácok! Jó reggelt! Új reggel, új szín. Vibe balance? Elég durva. Igen, a tegnap újra kellett indítani a streamer gépet, és... megbaszódott a kamera. Ez ilyenkor megbaszódott. Nagyon durván nézzük ki. Jó, várj egy kicsit, ez tartatatlan, Jani. De ez nagyon durva. Várj egy kicsit. Kicsit úgy ez a pólomon a fekete túl van tolva. Gondolod? Szerintem biztos, hogy nem. Na ez vagyok én. A white balance-em az undorító. Figyelj rá. Tegyük fel, én egy 5500-as csaj vagyok ma. Nem. Ez így jó. Mondjuk. Ez így egész jó, igen. Mondjuk legyen jó. Egyszer. Igen, és te pedig... az neked is szerintem... mi a pöcs? Várjál. Igen. Advanced. Én szerintem az intensity, de lehet gond. Igen, arra kicsit a white balance, arra kicsit hidegebb. Igen, de mindenképpen... oda nézzél. Na? A kontrasztod volt túlhúzva. Túl volt húzva a kontraszt, yes. Mekkora zsillett, bazzeg. Na most te jó. Jó, na, kész vagyunk, srácok. Jobb, mint volt, na. Készüljünk, bocsász. Szevasztok. Jó reggelt, korrigálva a szín. Péntek van, Mother of God. Jani, amúgy nem néztem a menetrendet. Menetrend ma? Mivel játszunk ma? Ma izé lesz. Mondja, de... a Birodalom árnyékában? Jó, ez nem jó. Ez volt még beírva, bazzeg. Na ez a baj. Ezt nem javítottuk át, mert megdumáltuk, hogy mi lesz, nem? Igen, igen. Szóval a menetrendben az van, hogy Far Cry lesz ma, pedig nem. De nem Far Cry lesz ma. Nem Far Cry lesz ma, hanem Shadow of the Colossus. Igen, bepótoljuk. Reiterated. Reform. Így van, method. Így van, hát is írom gyorsan. Aki játszott már vele, azért nézze, aki nem, az azért. Mindenképpen érdemes. Na, szóval az lesz ma. Az lesz ma. Jani, még mielőtt nagyon belekezdünk bármibe ma, ha bár úgyis el fog úszni, és úgyse az lesz, nézd, de már megint itt szél. Na mindegy. Igen. Mi? Szóval mielőtt belekezdünk bármiben ma, belekezdünk be... vagy? Igen. Tudom, hogy volt sok technikai probléma tegnap a Hunt Showdown-nal kapcsolatban, a game-mel is és a stream-mel is. Köszi a megértést, srácok. Ilyenek előfordulnak. Mert gondolom, sajnos, hogy ez nem újdonság. Ilyen néha szokott lenni. Egyébként én nem tudom, hogy a frame dropjaid mi miatt voltak. Az OBS van, de ahogy úgy intottam, a game-et fasza lett. Ja, igen? Na, igen. A kurva anyját. Na mindegy, oké. Milyen a Hunt Showdown? Egyébként királyjáték. Tehát szerintem, én megmondom őszintén, hogy én azt érzem, nem tudom, mondtam is tegnap a stream végén, nem vágom, én úgy emlékszem, de lehet, hogy nagyon rosszul emlékszem, hogy ebben lesz egy nagyobb, tehát squad is. Fogalmam sincs. Nem tudod? Ezt a részét nem tudom. Nem, mintha láttam, de ez csak duó lesz végül, de én úgy érzem, hogy egy kicsit a Lab 4 Dead-eket fogja felváltani. Nekem, én valahogy az... tudom, hogy így játszottuk, és így sokszor az ugrott be nekem a Left 4 Dead, amikor nyomtam annó. Csak hát ezerszer jobb grafikával, meg iszadó. Jó, igen, azt láttam, hogy kurva jól néz ki. Ez véletlen. Igen, hát, ja, ilyen a CryEngine. Most istenem. Igen. Ez a Dev Build nem százas, mi? Nem, nagyon nem, ez az alfa. Sőt, az az igazság, hogy szerintem ezt főleg solo play-re találták ki, de benne van a duó, hogy azért mégiscsak az... Igen, de látszott, hogy ez igazából closed alfának van nevezve, de ez egy developer build. Ez egy dev build, amúgy ott van a balasosabban is, amikor megint találjátok a dev build. Steames Daniel Dean, igen. Igen, Steames, igen. Szóval például hiányzik a spectate mód, ami szerintem eléggé rontja az élményt, hogy nem tudod, hogy mi történik a társaddal. De ja. Ettől függetlenül szerintem nagyon jó játék lesz, és nagyon, nagyon tetszik, iszat jó a hangulata, este, amikor nyomod, éjszaka, fú. Meg ugye az a durva a játék, hogy tudod, elkezded, nagyon király tudom, Anika, hogy így a nyomokat követed, ez nagyon tetszik, és ugye elkezded a játékot, és úgy beleéled magad, ölöd a zombikat, meg minden, és akkor egyszerűen valamikor elfelejted, hogy jó, de emberek is vannak. Hát vannak. Vannak. És néha úgy láttam, hogy egy távolról nehéz felismerni, tudod, hogy tehát például úgy tudom én, egy ember, aki mondjuk pont nem így egy puskával áll, hanem csak így simán áll, és nem nagyon zombi. Mozog, így a zombi. Pontosan, így van. Ugye, durva. Nagyon kemény. Durva.
Mindegy, amit egyébként itt ír Frost Clonir, nekem inkább tudod, ez a GTFO nevezető játék tűnik lefordedesnek ehhez képest. Ez egy kicsit ilyen, kicsit olyan, mint hogyha egy, ez a Hunt úgy tűnik nekem, mint hogyha egy kicsit kevernéd, csak hogy mindig hasonlítsuk valamihez, vagy egy kicsit kevernéd a Tarkovot bizonyos mechanikák miatt. Ja, ez biztos. Már maga... Egy kicsit a PUBG-vel, egy kicsit a PUBG-vel. Tehát megvan ez a duós BR része, hogy tehát nem BR. Nem, az, hogy egyáltalán nem az, hogy nem BR-es, csak tudod, most van ilyen szaga. Igen, amúgy igen. Nem lenne. Szóval nincsen meg. Annyi, hogy a csapatkoordináció, a duó csapatkoordináció, meg egy kicsit Tarkov van benne. Igen. De ugyanakkor meg ilyen, kicsit ilyen... most azért mondtam, hogy BR-es, mert igazából érted, a Tarkovot is mondják, hogy az, mert bedroppolsz egy zónba. Végül is igen, mondjuk az a BR-eszpektje hát, nincs meg. Hát igazán inkább akkor olyan, mintha az Evil Within-t össze kell venni a Tarkovban. Kicsit olyan, inkább így mondanám. Inkább ahhoz hasonlítom. Kicsit így mondanám. Érdekes egyébként. Amúgy tényleg most mindenféle technikai problémám kívül ez egy nagyon-nagyon jó játék lesz. De hát ha sikerül kiküszöböljék a legtöbb dolgot, ami most jelenleg még nem annyira jó benne, akkor mindenféleképpen jó lesz. Szóval, biztos, hogy lesz több mission, több szörny. Látszik eleve, hogy ugye több szörnyre lehet majd vadászni. Biztos vagyok benne, hogy ez lesz a jizz, tehát hogy ebből lesz minél több, és ettől lesz változatosabb a játék. Igen. Hogy úgy mondjam. Szóval érdekes. Nekem tetszett, amit láttam belőle. Majd meglátjuk, milyen lesz. Legalább egy kicsit úgy érezhető volt. Azt látom, hogy egy pár játék már Nika olyan fura. Tehát az ADS, hogy működik, meg mit tudom. Igen, azt rájöttünk. Igen. Aztán rájöttünk, hogy működik, igen. Nem annyira egyetlen, tehát hogyha jobb klikket lenyomod, akkor csak felemeli a fegyver, és a shift-tel tudsz még így pluszba belenézni. Igen, tehát ez egy kicsit olyan, mintha egy ilyen félig meddig holstered lenne, mert azt hiszem, hogy ha így tartod, akkor ütsz vele. Igen. Fura, ez például egy egészen új dolog, már nem emlékszem gémre. Olyan gémre emlékszem, aminél az ADS még egy pluszba rá kellett húzni, hogy még jobban ráfeküdj, de ez a fajta része ez. Valamelyik gémnél, van olyan gém is, tudod, ahol így megnyomod a jobb klikket, így felemeli a fegyvert, és a görgővel kell bele. Nem tudom, melyik játéknál volt. Volt ilyen, tudod, hogy felemeled, és görgővel tudsz így bele. Igen. Nem emlékszem én sem, hogy melyiknél volt, de minden esetre érdekesnek tűnik a gém. Remélem, minél több újdonságot hoz majd, és egyre jobban kifor. Mint a Tigris, azt a témakört már elővettük 2-3-szor itt a Happy Hour-be, úgyhogy most nem szeretnék megint erről beszélni, mert az baj, túl sokszor dumáltunk már róla. Nosztalgia hónap, Alucard 1 van az évben, és annak már vége. Jó, Feri, köszi szépen a 3 hónapot, Adi, köszönjük a feliratkozást, Zujjop, DS, köszi szépen a Tier 3-at, haver. Német Dávid, köszi a cheer, jó reggelt, mindenkinek egy kis reggeli napindító. Igen. Baszki. Köszi szépen. Igen, volt a funk téma, Bianca, köszi szépen a cheer tegnap. A gyorsabb átsülésért van a lyuk a közepén. Jól gondoltuk. Tehát akkor gyakorlatilag ez az oka. Mondjuk igazad van, ha elég forró az vala, akkor nincs probléma. Mert tudjuk, hogy ebben te maestro vagy. Köszi szépen. Gorduin, basszus, a tegnapi tech videóban, amikor átadottatok a 3D mikrofonra, felugrottam a székre, hogy Pisti, mit keresel itt a szobában mögöttem? Erre mindjárt beszélek amúgy, Gorduin, ez kurva jó. Sok ilyen sztorit hallottunk, igen. Johnny, nagyon örülök, hogy neked is tetszett, haver. Köszi szépen a visszajelzést. Aquila, én valahogy éreztem, hogy te ismerni fogod az indítószámot. Valami gondolom egyébként a csirképpel, ezt többen mondták, már nem tudom, mi a baj van vele, de hogy így jelenik meg. Ja, az egy jó kérdés. Fogalmam sincs, mi a gondja. Pitagorász, köszi szépen a 9 hónapot. Szóval a tegnapi videó. Ugye a Sennheiser Ambeo fülhallgatót, ami egyébként egy baszó mikrofon, teszteltünk. Vagyis nem is igazán teszteltünk, hanem kipróbáltuk ebben a videóban. Elég hosszú teszt volt abban a szempontból, nagyon sok időbe telt, tehát biztos láttátok, hogy különböző időpontokban volt felvéve. Szóval én megmondom őszintén, hogy ez volt a legpozitívabb nekem benne. Barátaim írtak rám Facebookon, hogy a kocsma közepén majdnem elestek. Annyira beszartak, miközben nézték. Nagyon-nagyon fontos, hogy fülessel nézzétek meg, vagy hallgassátok a videót. De örülök, hogy sikerült átjön. Nem mondom, összedérő, azon izgultunk a legjobban Janival, hogy mennyire fog átjönni a cucc így YouTube-on keresztül, de nagyon-nagyon jól sikerült úgymond átadni. Érdekes. Én nem tudom, tehát
hogy a hétköznapi használatban mennyire nyilvánul ez meg, de mármint az, hogy mondjuk egy ilyen összeget képviselő fülhallgatót vásárol meg valaki ezért, nyilvánvalóan elmondtuk, hogy mint fülhallgató is nagyon jó egyébként. Tehát ez egy Sennheiser in-ear, ami tök király. Hogy nekem minden barátom mindig kosmában van. Meg Krisz. Van egy baráti köröm, ami hát amúgy annyira nem kicsi. És tudod, ez olyan, hogy a világon élő emberek közül valamelyik nap valakinek szülnapja van. Ergo minden nap születésnap van. Ugyanígy, ha sok barátod van, minden nap valaki kocsmában van. Tudod, ez egy ilyen dolog. Na mindegy, szóval örülök, hogy sikerült átjöjjön a cucc. De minden esetre én látom azt, hogy például egy vloggernek én kurvára el tudom képzelni ezt a befektetést, hogy megvásárolja ezt a füles per mikrofont. Mert ez, tehát mint mikrofon is kiváló, de szerintem úgymond egy bizonyos YouTube csatornának mondjuk egy egyéniséget tud adni egy ilyen. Teljesen. Tehát én úgy gondolom, hogy mit tudom, ha valaki általázza, hogy ő vlogolni fog, és ő azt mondja, hogy minden videójában mondjuk egy ilyen fülhallgatóval fog vlogolni, akkor úgymond az ő videói nagyon egyediek lesznek, hiszen az egyetlen lesz, amiben olyan térhangzás van, mint az állat. Ráadásul ugye az a komoly benne, hogyha mondjuk egy tömeg közepén, vagy egy koncerten vagy, akkor nincs az, mint egy mikrofonnál, hogy a háttérzajtól nem ad az embert, hanem elválik térben, ami történik, és ugyanazt hallod, amit ő. Ja. Úgyhogy ez nagyon kemény. Láttunk egyébként koncertfelvételt. Igen. És te jó Isten! Tehát ott állsz a tömegbe, és frankon olyan visszahallgatni, mint hogy pont ott állnál, és tudod, na mindegy, nagyon durva. Nagyon durva visszaadja. Nagyon durva. És az a durva, hogy nem elég az, hogy ugye benne van ez a technológia, vagyis hogy úgy csináltam meg, hogy ez így működjön, hanem nagyon jó maga a mikrofon, ami benne. Igen. Ami miatt ennyire jó az a termék, és amúgy, ami miatt ennyibe kerül, csak ez sok emberek nem esik le, de mindegy. Szóval tényleg egy nagyon jó mikrofon. Legendary Pupi. Tehát, amikor berakod a fülest és elindítod a felvételt, akkor nem is emlékszem, hogy visszahallod? Be lehet kapcsolni, hogy visszahallod. Tehát be tudod kapcsolni azt, hogy visszahallod. Ergo neked nem lesz eldugítva a füled. Nem. Sőt, zenehallgatás közben is tudod hallgatni, hogy a külső zajokat. Igen, tehát be tudod kapcsolni ezt a pass-through-t, hogy ne üssön el az autó. Így van. Igen. Nem, durva tudsz. Higgyetek el, durva tudsz. Egyébként, Norbihon, most, hogy mondod, biztosan sokan emlékeztek, tehát ez az Ambeo, mint elnevezés. Na, mi ez a fejmikrofon? Mondjad már. Tudod, van a fejmikrofon, az a fej, a fülalakú mikrofon, annak mi a neve? A binaurális. Binaurális. Tehát gyakorlatilag ez is hasonló. Hát ez az. Amúgy. Igen, mint az, és ezzel a technológiával készült a Hellblade. Így van. Tehát, hogy biztosan emlékeztek arra a gémre, hogy ugye ott volt ez megcsinálva, hogy ugye ilyen minden oldalról hallottad a hangokat, és azzal próbálták szimulálni úgymond az őrületet, mint olyat. És spam. És ott is nagyon átjött. Ja. A zenehallgatási élmény milyen? Olyan, mint egy nagyon jó in-ear fülhallgatónál. Ott nem, tehát kikapcsolod ezt a pass-through-t, és ennyi az egész. Szóval vannak játékok, vannak filmek, amikben használják ezt a dolgot. Így van. Ahol működik. Sok helyen használják. Igen, de na mindegy, azért elég basszó. Micsoda? És írták sokan, hogy most már az összes videónkat így vegyük fel. Srácok, azt azért nem szeretnétek, higgyétek el. Egyrészt, hogy nem szeretnétek, a másik elég hülyén néznénk ki, hogy valamelyikünknek mindig a fülébe van valami. Igen. Hát igen. Pugtom! Ez nem jackkel van. Nem néztem meg a videót? Nem, Lightning az iPhone-nal működik egyelőre csak. Egyelőre. Meg iPad-del. Igen. Egyébként biztos vagyok benne, hogy nyitni fognak, hogyha megfelelő az érdeklődés majd a másik platformra is, de egyelőre ezzel elérhető. És egyébként is magyarázták nekünk, hogy miért pont ezt a platformot választották, az pedig amiatt, hogy egységes. Amit az iOS platform. Igen. Ezért választották ezt.
Mert az Androidra nem voltam benne biztosak, hogy minden androidos telóval úgy működne. Úgy működik el, ahogy igen. Tehát a hardware viszonylag fix, és, ja. és amiatt. Mindegy, ezek üzleti döntések, amiket meghoznak ezek a gyártók, nincsen igazából semmilyen más mögötte. Micsoda? Ha ezzel vesztek fel videót, akkor azt ne ti viseljétek, hanem rá kell rakni a kamerára. Jó, azt meg lehetne oldani végül is valahogy. Érdekes. Szavi, hogy használjuk OBS-ben, mikor Lightning csatia van, és csak iPhone-nal lehet használni? Vagy iPad-del? Ja, ettől függetlenül van olyan bineurális füles, amit tudnánk használni a streamhez, csak az nem lehet túl jó. Mert egy kicsit drága. Nem, most elég lágyan fogalmaztál. Nem kicsit drága. Na, melyik az a nagy? Na, mindjárt megkeresem közben. Igen, szóval mindegy, ez abban a formájában elérhető. Predrog, melyik MacBookon van Lightning? Átalakítóval sem működik. Ez az a cucc. $2000. $2000. $2000. Belinkeli Jani a chatbe, hogy hogy néz ki ez egy, a professzionális változat. Ez az igazi binaurális profi mikrofon. Van ennél is durvább. Van. Sokkal, de alapvetően így néz ki, csak hogy nézzétek meg, hogy mennyire meredek. Meg van ilyen is, ez meg amikor... Konverterre sem működik. Nem. Ez meg amikor túltolják a dolgot, ez a legdrágább, és amúgy ez a legprofibb, amit most küldtem utoljára. Igen. Másodjára. Ez meg ilyen mindenhol föl van, és elég gondolítan néz ki, de ez ilyen best. Igen, de az a durva egyébként ezekben a binaurális cuccokban, hogy mennyire betegül néz ki. Nem? Hogy rendesen olyan, mint egy frankón, és igen. Ebbe, ahogyan beszélsz, konkrétan minél közelebb beszélsz a fülhöz, aki visszahallgatja, ugyanúgy fogja érezni. Pontosan. Nagyon nyomin néz ki, de cserébe olyan hangja van, hogy azt nem hiszitek el, tehát... Egyébként, Apoth, jó. Abba egyébként lehet, hogy szívesen belemennénk, hogy mondjuk például, ha majd esetleg megyünk az E3-ra, akkor mondjuk a show floor-on. Simán. Tehát, hogy így, amikor megyünk a kiállításon magán, hogy akkor úgy megkapjátok, hogy amúgy milyen... Meg akkor lehet, hogy csinálunk pár olyan vágóképet is, hogy az utcán az utca hangja lesz. Aha, legyen az utca hangja. Nem beszélünk semmit, csak vagy az óceán. Vagy az óceán, jaj, az is mennyire király lenne, amúgy tényleg. Lehet, hogy bele fogjuk mi is most már építeni egy-egy vlogba ezt a fülest. Nem igen, menő? majd meglátjuk. Német Dávid, szíves, hogy jó reggelt, egy kis reggeli... De várj, mi van? Mi van? Jó, ezt olvastam már, de hülye vagyok. Az is. Dante bácsi, jó reggelt, hatkor indultunk útra. Králikria... Várj, Káli... Szóval síjálni. Pár lesz a táskában, jóként az autóban indulhat a móka, nektek is hasonlóan jó hétvégét. Jó hétvégét, Dante bácsi, aztán vigyázzatok. Technic Ghost, köszében a 3 hónapot, Pistri, köszében a csírt. Simán Gorduin. Szerintem simán próbált ki. Érdemes. Köszi szépen a támogatást. Tovább. Kromi, köszi szépen a 4 hónapot. Örülök, hogy tetszett a füles. Roger Mendez, jó reggelt. Megszületek az ikrek. Félix és Zino. Egy hete nem láttam internetet se. Nem hagyd a viát. Visszatérek 2 fős erősítéssel. Hashtag AFK. Uram, gratulálunk, jó egészséget, haver. Double the action. Az igen. Az azt igen. Én nem tudom, mi van ma, vagy mi van most a Pisti. Tegnap is született egy ninjom. Egy kis ninjom. Ez pont olyan, mint hogy a barátaim közül valaki mindig kocsmában. Ez jó, hogy igaz? Tehát valami is. Hát ti nézzétek meg, állandó a gyereke születik. Igen! Mennyire menő! Zsír! Gratulálunk! Gratulálunk, haver! Német Dávid, már alig várom a Shadow of the Colossus, Csabasz Pisti, melyik platformon játszottál vele régen? PS2? Kicsit fáj, hogy gyűrűkülti világokhoz tudom kapcsolni, magával ragad, zseniális, főleg most PS4-en. Nagyon-nagyon-nagyon régen játszottam vele, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy nem emlékszek rá semmire. Mr. G from KGB, köszi a 8 hónapot. Mármint én köszönöm. Vagy ezt te írtad, bassza meg, na mindegy, állat, nyomjátok, kis érdekesség, tegnapi loot. Ó, állat! Állat! Baromi jól néz ki! Bálint Amics, köszönjük benne a 2 hónapot, sziasztok, végre megint tudom a hátélőben nézni, mert fizika versenyem lesz, és elengedtek a suliból a tanulás közben, ezeket szoktanak nézni, így lehet, hogy több idő tanulás, de legalább nem unom halálra magam. Nice! Sok sikert hozzá! Prometheus Hun, köszönjük benne a 2 hónapot! Laura, sziasztok! Hónapok óta próbálok titeket élőben nézni, végre sikerült, erre folyamatosan meghol a kolinet. Úgyhogy átérzem a ti internet problémáitokat is. Hát nem tudom, melyik a rosszabb, Laura, de kitartást. Vatiklan, kösz a csírt!
Raid Luigi, kösz szépen a 3 hónapot, és Vini, tegnap használtam egy 50 ezer eurós mikrofont a munkahelyemen, csak annyit tud a jószág, hogy gyakorlatilag letapogatja a villanymotoroknak a legkisebb saját frekvenciás zaját, és hogy be tud hangolni vele a motorokat. Azt a... Na jó, hát ez basszó. Na jó. Az basszó. Az, úgy érzem, az egy eléggé cél mikrofon. Én ismerek olyan autószerelőt, aki 45 év után ezt így a saját fülével csinálja, főleg a régebbi autóknál, de azért ez basszó. Ha. Csak annyit tud, érted, Crazy Enemy? Csak annyit, ez szar, érted? Jesus. Kocka csapat stream. Most nem tudom, melyikünktől kérdezed. De az bú... Vagy... Ez komoly? Vagy vicc? Nem tudom. Hát lehet komolyan kérdezni, hát lehet most csatlakozott be így a... történésekbe. Innen ismerik az mód. Innen? Igen. Vagy mi? Melyik... Innen. Meg onnan? Innen nem. Innen nem. Na, bocs. Annyira imádom az ilyenfajta állításokat a Happy Hour-be. Tehát, hogy így mi az Isten? Tehát így valaki azt írja, hogy egyik Happy Hour-ben megemlítettem, hogy a kedvenc zenekarom a Kárpátia. Mi van? Micsoda? Ja, nem mi mondjuk, van? Hogy... Azt tudjuk, hogy ismerjük. Gyerekek, péntek van. Az lehet bocsánatos, hogy gyakorlatilag már majdnem este, és elkezdtek inni reggel. De még nincs 9 óra! Figyelj, valaki már ilyenkor... Még nincs 9 óra! Most micsoda, reggel benyomja a két felest, abban a pillanatban Kárpátia kedvenc zenekar. Lehet! Tiszteljük meg egymást! Én sem iszom reggel! Ti ségyetok! Bírjátok ki, amíg vége lesz a műsornak! Ennyi. Valahol este van. Zombi! Igaz! Ez igaz. Ez igaz. Csak nem egyszer olvasok ilyen állításokat, Jani. Há, azt ilyen. Mondtad, hogy ez egy visszanézhető platform, haver. Igen. Tehát simán csak úgy mondani valamit, amit nem tudsz visszanézni, az egy dolog. De ez egy visszanézhető platform. A drog rossz. Igen. A drog rossz. Rogur, mi köszönjük szépen a támogatást! Overview sorozathoz van ötleted? AR miatt lenne érdekes? Igen, ezt láttam, haver, kösz szépen a cikket, ezt meg fogom nézni. Ja, ez érdekes, köszönjük szépen. Nice, köszi. Kőműves aktimál nélkül nem indulhat a reggel. Igen. Azt mondtam, hogy ez egy visszanézhető platform, én soha nem mondtam ilyet. Hazugság. Bumfész, kösz szépen az 5 hónapot. Köszi. Pisti azt mondta, hába, hogy hába után iszik. Én most is iszom. Mindjárt írom a Twitch News-ra a hírt. The VR István részegen ült le a mai Happy Hour-ben. És a Kárpátia kedvence. És a Kárpátia kedvence. Ezt mindjárt írom. És olyan részek, hogy minden tagad. Ne, hagyd abba. Pedig ezek fontos hagyd dolog. Nem szabad ilyeneket kiírni, érted? Gondolni kell az oldal későbbi értékesítetőségre, érted? Durva egy ilyen mikrofon amúgy, Pisti. Mi? Az úrszára rábasztán, 2 XLR, pik! Azt várognánk, ennyi. Jó, hagyjad már, nem kell itt, nem kell. Nem az, nem mozog. Nem kell, Jani, nem kell. Ha ráraknánk egy ilyen binaurális mikrofont és felvennénk egy tech videót, az első komment az lenne, hogy az mohalk. Az lehet egyébként. Tehát így... Minek? Minek? Underman, beszélgettünk már az introvertált, extrovertált témáról elég hosszasan. Mindenképpen nézd meg azt a részt, szerintem egész jó kis beszélgetés volt. Senki nem szólt el a Kárpátiát. Én csak azt mondtam, hogy nem mondtam soha, hogy ez a kedvencem. Nem, Pisti, itt végletekek vannak. Tehát vagy valami szeretsz, vagy valami utálsz. De csak egy szittárgya a végletekben. Nincs olyan, hogy valami neked csak úgy tetszik. Ja, nincs. Nincs olyan. Vagy szeretsz a kedvencet, vagy utálod. A Jumanji a legjobb film a világon. Ahogy egy nagy ember mondta valakiről, vagy jót, vagy semmit. Istenem, és most pont nincs itt deszáj, hogy őrölgen egy jót. Hozta meg, na mindegy.
Kristóf, köszönjük a kérdést, jól működik a zöld háttér, nagyon, köszönjük szépen. Szóval ennyi. Igen. De ahogy látszik leesett, akkor egy pár ember tudja, mire van. Istenem, Istenem. Ja. Ja, nem tudom normálisnak. Na mindegy is, mindegy is. Egyébként igen, én is azt látom, hogy amúgy nagyon végletekben gondolkodunk a legtöbb esetben. Igen. De fogalmam sincs, hogy miért egyébként. Mr. Lenny. Na. Vagy Benny, bocs, Mr. Benny. Kérdezed, megint megnyerjük a legjobb videós címet. Fogalmam sincs. Már eleve azok vagyunk, Benny. Jó, de csak vicceltem. Igen. Ah, mindegy. Mondja csak. Mindegy. Mit akartál mondani? Kit érdekel? Igen, így van. Ez teljesen igaz, Legendary Papi. Megjegyzem. Megjegyzem. Balázs, köszönjük szépen a támogatást, haver. Sziasztok, skacok. Pár napja havarom elküldt az alábbi indexes linket. Ha nem drogot ad a gyerekeknek, miért vesz neki mobilt? Ha drogot nem ad a gyereknek, miért vesz neki mobilt? Ezt az idegességemben már nyúltam a Spangli után, de eljárt inkább megnéztem az egyik HH-vonot a telómon. Hát Balázs, vannak nehéz döntések az életben, de te go, hát igen. De ez van. Én megértem, nem szoktam olyanokat olvasni, elég meredekek. Nostromoás, jó reggelt, srácok, köszi a tegnap a tekvédő Jenny cucc. Miért tapasztalatok, mennyire bírja a nagy hangnyomást dobfelvételhez, jó lehet? From the drummer's view. Szerintem igen. Szerintem simán. Szerintem igen. Nem nagyon píkál ki amúgy a nagyon nagy cuccoknál, szerintem bírja. Ja. Szerintem bírja. Hogy tényleg nagyon durva dynamic range-e van annak a mikrofonnak. Egészen tehát amikor jó. Úgy szétbaszta, tudod, az acskót, azért rohadt hangos volt, és így mégse torzult a hang, meg semmi. Nagyon király cucc. Igen. És ráadásul lehet állítani. Utólag. Mit akarok mondani? Visszatérve erre, fogalmam sincs egyébként, hogy milyen jelölésekre neveztek minket, meg minden. Megmondom őszintén, hogy egyáltalán nem érdekel. Én most azt látom, hogy nekünk annyi a dolgunk, hogy megfeleljünk nektek, és így csá. Ja. Én nem hiszem, hogy bármit változtat egy olyan jellegű elismerés. Nem tudom. Tehát, hogy így. Én nem látom át, szevasz, ne szállj, nem látom át ezt a dolgot ilyen mélységében. Tehát ez nem hiszem, hogy változtat a hozzáálláson, vagy bármi. Hogy most megkapsz-e egy díjat, vagy nem. Lehet, hogy van, akinek ez egy nagy push, vagy egy nagy elismerés, vagy nem tudom, de igazából a platform része, hogy most milyen díj, vagy mi a tököm, tavaly amiket kaptunk, azokat ti szavaztátok meg, és ezért nyertük meg őket, úgymond. Úgyhogy igazából, ha itt csináljuk, amit csinálunk, és ti itt a chatben megmondjátok, hogy ez jó, az ugyanaz. Hát, ja. Legalábbis szerintem. Nem igaz, nem igaz, Gabs. Nem, semmilyen. Szóval... Én nem tudom, sose éreztem ennek akkor jelentőségét. Nem láttam Crazy Enemy. Mi a véleményünk a pénzéhes youtuberekről? Alapvetően a legtöbben azok most már a YouTube miatt. Vagyis annak tűnnek. Bocsánat, a legtöbben. Jó, van, aki amúgy is az, de értitek, most már azért nagyon nehéz megtalálni ugye azt az alternatív forrást, ami most már nem a YouTube-ból való bevétel, amiből úgy lehet megélni, hogy nem tűnik visszásnak, amit csinálsz a nézők előtt. Szóval én nem irigylek sok mindenkit emiatt. De egy biztos, és ezt üzenem innen minden olyan youtubernek, aki ilyesmibe gondolkodik, mert muszáj gondolkodjanak, hiszen valamit csinálni kell, különben nem fogják tudni normálisban folytatni, amit csinálnak. Én ezt most csak azt mondom, hogy nyersen így a hogyha csak a magot nézed, az, hogy átjössz YouTube-ról a Twitch-re, az nem megoldás. Az nem megoldás. Tehát
emögött kell legyen egy koncepció, hogy miért jössz át, és itt mit fogsz csinálni. És hogy mit akarsz, hogy itt ki, kinézzen. Ha ez nincs meg, csak áthozod a tartalmadat így, akkor semmi nem lesz belőle. De semmi. Tehát erre nagyon kell figyelni, hogy ez nem megoldás. Oké? Tehát itt lehet nagyon jó dolgokat csinálni, itt lehet egy alternatívát létrehozni, hogyha neked a YouTube a preferencia, és a többi, de ha csak az a koncepció mögötte, hogy itt még lehet pénzt keresni, a YouTube-on meg már nem fog összejönni. Ja. Nem működik. Itt nem azok a nézők vannak. Másfajták, és itt nem azt mutatod magadból, amit ott, hanem sokkal többet. És hogyha ezt nem látod be, hogy az emberek nem csak azt fogják látni belőled, amit eddig, és te se csak azt fogod látni a nézőidből, amit eddig, ha ezt nem látod be, és nincs mögötte koncepció, nem fog működni. Ez nem így megy. És kész. Ha így menne, akkor 10 évvel ezelőtt a társadalom 99%-a YouTube-ozni kezdett volna. Tavaly év végén meg minden YouTuber átjött volna Twitch-re. De nem így van. Azért nem így van, mert semmi se egyszerű. Az élet nem egyszerű. Ez a platform se egyszerű, sőt, én azt gondolom, hogy egy bizonyos szinten nehezebb, mint maga a YouTube, attól függ, milyen tartalmat csinálsz. Vannak tartalmak a YouTube-on, amik egyáltalán nem alkalmasak Twitch-re, vannak tartalmak, amik alkalmasak, viszont egészen másképpen kell csinálni, és egy sokkal másabb hozzáállást igényel. És mondom, ez most néhány embernek, aki nem tudom, nem gondol bele mélyebben, úgy tűnik, mint alternatíva a Twitch. A Twitch nem alternatíva a YouTube-ra. A Twitch egy másik platform, és egy másik műfaj. Teljesen. Nem alternatíva. Jaja. Ez most kicsit szólva így a kollégákhoz is, aki ilyesmiről gondolkodik. Nem amiatt, hogy én most azt gondolom, hogy mindenki olyan hülye, hogy nem tudja ezt. Csak úgy egy ilyen tanács, hogy ez nem alternatívra a YouTube-ra. Ez nagyon fontos. De ti is látjátok egyébként, hogy ez hogy néz ki. Szerintem pontosan látjátok. Rajtunk is azon, ahogyan néztek minket ti is. Szóval ez egy ilyen dolog. Ez egy ilyen dolog. Ez nagyon fontos, nagyon fontos. Nagyon fontos ezeket látni. Köszi szépen, Sári Dani. Rotti! Nice, Rotti. Megértem teljesen. Köszi szépen a csírt. Mr. Fanshave, köszi szépen a csírt. Sziasztok, srácok! Indulunk Bécsbe. Este AHA koncert. AHA. Az mi a tök? Úgyis sajnos a mai mókában kimaradok, de mindenképpen visszanézem a délutáni Shadow of the Colossus-t. Reméljük, hogy baszó lesz a ver. Reméljük, hogy baszó lesz. Tudod, Maxi, köszi szépen a 14 hónapot, persze, hogy minden fasza. Universe of Skull, köszi az új feliratkozást. Imereztem, köszi a 15-öt. És Pepan, köszi szépen a 4 hónap feliratkozást. Örülök, hogy tetszett. Szóval, aha, kemény 80-as évek. Én hogy nem ismerem? Nekem ismerős nagyon. Aha. Aha. Húrvára ismerős, persze, ja. Ők a tékon mi? Ja, persze, ja, vágom. Ja, ja. Persze, vágom. Basz meg, hogy nem esett le. Nem esett le. Most már vágom. Pisti, amit, ha visszatértetek YouTube-ra, mennyi videótok lett non-családbarát? Nem tudom. Fogalmam sincs. Ugye, tehát, srácok, emlékeztek arra a múltkori videóra, amikor mondtuk nektek azt, hogy mi nem is vagyunk partnerek? Jelenleg? Továbbra sem vagyunk YouTube partnerek. Nem tudjuk, hogy melyik tartalmunk családbarát, és melyik nem, mert semmiért nem kapunk semmit. Ergo, nekünk nincs ott a dollárjel. Megnézem. Úgyhogy fogalmam sincs. De titok. Kőzöm sincs. Szar, hogy tudom, de ez van. így van, Nessze. Így van, így van. Ja, Mr. Gabber, most ez a helyzet, de nem számít, most nem ez a lényeg, csak mondom. Ha nehogy valaki meglepődjön ezzel az információn, elmondtuk, hogy mi a helyzet. Elmondtuk már ezt a múltkori Happy Hour-ben.
Most én vagyok a... Ja, nem, semmi olyan. Regi Zsolax. Az élet ilyen. Ez van. Örülök, hogy tetszett a Siege. Én is nagyon élvezem egyébként a Siege-et. Valaki mondja már meg nekem, léci. Mert olyan szinten vagyok tudatlan, és esküszöm, tegnap este egyáltalán nem ezzel foglalkoztam, és ezzel nem néztem utána, úgyhogy mondjátok meg ti. Mi a faszom az az Outbreak? Tehát ott van valami orosz holdműhold, vagy mi a faszom, és azt tudom, hogy ez egy co-op event lesz, ami zárt időtartam. Március végétől április elejéig tart, vagy március elejétől április végéig, nem tudom. De az egyik, hogy azt hiszem, egy hónap, zombi mód. No way! Komolyan? Tehát ez egy co-op móka, ami egy hónap, és zombi mód. Hell yeah! Mekkora állat lesz? Kurva jó lesz. Na jó, akkor jól sejtettem. Zsír. Nem tudtam, hogy a Siege ebbe az irányba megy. Ó, értem, német Dávid. Hát nem tudom, miért gondoltam, hogy németi. De bocsász, így már értem. Legyen Dávid. Az úgy korrekt. Köszi szépen. Hát ja, köszi szépen a csírt. Háromfős kóp lesz. Érdekes. Oké, okay, MGamingTot. Okay. Megnézzük Berci videóját mindenki. Esküszöm neked, Szaboszkusz, nekem is ez jutott eszembe. Zombi mód? Tacsanka! Abba a pillanatban Tacsanka! Vim! Nem feltétlenül zavar engem a zombi mód a játékokban. Ez nem helyettesíti a tartalmat, csak kiegészíti, és ez jó. Exhagy nagy, sziasztok! Ha éppen nincs otthon Tide pod, akkor mit szoktatok enni? Ez az első csírem, de lesz még több is, kérek vagytok. Köszönjük szépen, Exhagy nagy! Jesus Christ. Na várj. Mi? Tudod, mostában van ez a fasság, hogy bekapják azt az öblítő kapszulát. Vágod, mi az? Ilyen a Tide-nak van az a kis pont. A Tide márkát ismerem. A Tide-nak van egy kis pont. Várj picit. Mi az a Tide pont? Azt hiszem öblítő, vagy mosószer, vagy nem tudom, mi van benne. Nézd meg. Az. És ez mi? És az emberek bekapják, mert jól néz ki. Várjál. És ha szint szakad, akkor meghalnak. Várjál. Ez? Ah, igen. Igen? Tide pod. Igen, ez egy mosószer. Mosókapszula. Mosogatógépbe? Igen. Vagy mosógépbe? Mosógépbe. Igen? És az emberek ezzel szórakoznak, hogy a szájukba veszik. És amúgy kibaszottul mérgező. Igen? Ennyi. Ez olyan, mint a fahéjevés. Tehát ez ugyanaz. Csak ez egy kicsit veszélyesebb. De összerágja? Hát nem rágja, össze csak így berakja, hogy így. És így. Tehát beteszi a szájába. Ott aki veszi? Hát valószínűleg igen. Hát gondolom, hogy nem rágja össze a gömbben, mondom, hogy mindenki megmérgeződne. De ez, és ez... Tehát... Ráharap? Igen! Azt nem tudtam. Szóval annyit sikerült felfedeznek, srácok. Na jó. Hogy ez a cucc, ez egy ilyen mosókapszula. De ezt miért kell megenni? Szóval akkor megrágja, ez a challenge, úristen. De és igen, és na várjál Exhagy nagy. Szóval, hogy láttál nálunk ilyet? Vagy hogy honnan szerezted az információt? Nem, de hát mi mindig kimaradtunk az ilyen fasságokból, sosem csináltunk semmi ilyet. Miért csináltunk volna ezt? Miért tennénk Tide podot? De egyébként alapvetően tényleg, ahogy Nessa is írja, ez egy kibaszott régi cucc. Exhagy nagy is már gyakorlatilag nem is érte. A mosókapszula? Igen, az régi cucc, bazd meg, nem, van belőle más nem, márka hogy ez is. Hogy van ez a meme, vagy nem tudom, a challenge. Hogy lenne már régi, vagy bármi, hogyha még sose láttam? Már elég régi, kb. Szerintem 2 hónap érte. Én az életemben nem hallottam még erről, hogy valaki ezt a szájában. Ja. 2 hónapja láttam ezt, de hát ez valami tragédia. Ja, hogy viccből írta Exhagy nagy. Ó, oh. Na mindegy, lényeg, sikerült új információt küldjen nekem, mert abszolút nem vágtam. Mindegy,
Bózasztó. Jó, hogy én mondtam fordítva, Dávid. Ó, bazd meg. Bocs. Bocs. Janóka, szépen a 8 hónap. Tier 2-t nem tudok beszélni. Játszottunk vele a Ghost Recon Wildlands PvP módjával. Nem volt rossz, szerintem még tartalmat igényel. Több mappot, kisebb mappot, de amúgy abszolút nem rossz. Smacker közé a csírt. Haribo Hun, a Tidepodról nem beszélünk, ez a darwini kiválasztódás része. A gyengék elbuknak. Az agyira gyengék. Zombi, Pisti egyszer mondta az egyik hában, hogy régen a New England Patriots irányítója voltál. Kapa. Igen, az voltam. Fogjátok nézni a Super Bowl-t? Nem hiszem. Na mindegy, nem tudom, hogy ezekkel a challenge-ekre sose voltam amúgy alapvetően nyitott. És nem is csináltunk ilyeneket. Na mindegy, remélem minél több magyar videós fogja ezt csinálni, és jól fog sikerülni. Csak nem csinálta senki, még remélem. Gárgyá, sziasztok, köszi a szuper műsort, mi köszönjük, hogy itt vagy, haver. Ez nem challenge, hanem fasság? Szerintem minden challenge egy... fasság. Amúgy alapvetően igen. Az összes challenge egy nagy fasság. Igen. Igen. Nem tudom, miért pont a PC amúgy Renka, de most ez van. Talán azért, mert Peter is abban játszott. Mindegy, elég hülye téma ez a Tide Pod szerintem, srácok. Eléggé. Ó, sok a mérgezések kórházba kerülnek? Remek! Tudjátok, a kutyának is beleszokták nyomni az orrát a saját szarába, amikor meg akarják mutatni neki, hogy nem szabad. Most komolyan, akik ilyennel mennek be a kórházba, az mennyire röhögik őket ki amúgy? Vagy nézik szarba hát, se? Vagy, nem is tudom. Én, hogyha próbálok, tudod, nagyon emberi fejjel gondolkodni. Kész. Amikor a harmadik ilyen bejön, akkor így az orvos helyében már azért inkább idegbeteg lennék. Hogy olyan világban élünk, be, azért ennyi faszopó van. Ez hihetetlen amúgy, tényleg. Tudok mondani egyébként egyéb dolgokat is, amiket ki lehet próbálni, hogy milyen bekapni. Van, amelyiket jövedelmezőben egyébként felvenni videóra. Balázs, köszi szépen! Ugye vagy Balázs, köszi szépen. Jön írod, a 200 HH challenge nem volt fasság. Az másik challenge, az nem olyan challenge, hogy meg tudsz csinálni egy olyan dolgot, mint bármelyik másik ember, csak elég hülye kell legyél hozzá. Na mindegy. Az tilos a YouTube-ra? Vannak megfelelő platformok erre. Billiók, apá, billiók. Egy higany kihívást bármikor fel lehet venni. Az gyorsan végigpörög az emberem. Végül is igen. Na, de komolyan nem tudom, annyira nem értem ezek, hogy alakulnak ki ezek. Érted? Ezt nem értem. Hogy ezt kitalálja ki, és aztán hogy tud ez ennyire elterjedni, egy ilyen fasság? Én ezt fogalmam sincs. Ez minden amiatt van, mert az emberek megnézik. De az emberek mindig meg fogják nézni. Hát, ez tök gáz. Mert fantasztikus, hogy valaki ennyire gyökér. Ja. És ezért megnézik, és röhögnek rajta. Ez van. Igazad van, Laci. Bőrös kalipó kihívás. Mi van? Hülye! Feltűnési viszketegség. Nem tudom, minek nevezzem. Bolzalmasak az ilyen dolgok. Hadd csinálják, bánja a faszom. Csak azt nem mondjátok, hogy mi is csináljunk meg őket. Dagadt Ferike, bazzai. Nyers kecskehere felszopó challenge. Istenem. Istenem. Na mindegy, én nem tudom, sose értettem tényleg meg ezeket, hogy ez hogy... Csak a gírc, ebbe teljesen igazad van. Unatkozó emberek? Hát lehet igazatok van, fogalmam sincs, hogy mi lehet a háttérben. Na jó, de ezek ugyanazok az emberek, akik azon versenyeznek, hogy kinek van több ismerőse Facebookon. Ja, igen, mondjuk az benne van. Fájdalmas lesz egyébként az élet. Ezeknek az embereknek egy bizonyos ponton, amikor kikerülnek a életbe. Nagyon fájdalmas lesz. Sokszor előkerül ez a téma egyébként, de én egyre jobban azt látom, hogy
Nyilván nincsen összehasonlítási alapom, mert én is csak egyszer voltam az életem azon a pontján, de valahogy én mindig úgy éreztem, hogy amikor én átléptem azt a pontot, amikor az ember elkezd dolgozni, és elmegy otthonról, és magának kell csinálni a dolgait, mindent, én úgy érzem, hogy az én generációm, az én korosztályomban is megvoltak azok az emberek, akik annyira agyilag agyik voltak, meg annyira anyuci apuci szemefényei, hogy soha nem sikerült elérjék azt a szintet, amikor azt tudják mondani, hogy úgymond függetlenek, és ennek nem anyagi oka volt, hanem egyszerűen így voltak bekötve. De mégis úgy volt, hogy egészen, hogy mondjam, már ilyen általános suli végefele óta az ember arra készült minden tekintetben, hogy látta, hogy mit csinálnak a szülei, stb. És így próbált felkészülni arra a pontra, hogy elszakadjon. És nagyjából azért, én legalábbis úgy gondolom, hogy amikor én ezt így elkezdtem, akkor én úgy voltam vele, hogy nem vettem nagyon nehezen a dolgot, mert természetes volt, ami következik. De manapság nagyon sok fiatalon azt látom, hogy lehetséges, ahogy közeledik ez az időpont, ők egyre távolabb vannak attól az állapottól, amiben ez természetesnek mondható. Hanem olyan szinten mozognak, olyan véleményük van az életről, olyan hozzáállásuk van, hogy ha nagy Isten egyszer ki kell állni, és egyedül kell megmaradni az életben, én nem tudom, hogy azok, ami lesz. Yeah. Halvány fogalmam nincs. Halvány fogalmam nincs. Hogy egy olyan ember, aki, mit tudom én, egy komment szekcióban megőrül és elkezd mindenféle fasságot írni azért, mert nem tud értelmezni egy mondatot, hogy mit jelent. Nem tudom, hogy mit kezdjek, az a mi lesz amúgy. Nem értem. Hogy valaki egyszerűen nem tud belátni valamit, ami olyan szögegyszerű dolog, mint az, hogy a babtól fingunk, és nem érti meg. Nem tudom, nagyon... Hülye emberek mindig voltak. Lehet, hogy én vagyok pont rossz helyzetben, és pont azokat látom, akiket nem kellene. De nem tudom, úgy látom, hogy a mai fiatal korosztályban rengeteg sok értelmes van, rengeteg sok, tehát félre ne értsetek, egyáltalán erről van szó. De valahogy egy olyan réteget látok belőlük, akiket néha úgy érzek, mintha, pont amit tegnap beszéltünk, mintha nem is egy bolygón élnénk. Ja. Tehát így, mit tudom, én így nézem, és így olyan érzésem van, mintha ez így a másik világban letörténne, és így nem tudom, hogy nem találkoztam ezzel. Amúgy hihetetlen, igen. Nagyon durva. Engem ez nap mint nap megdöbben, de gondolom ti is így vagytok vele egyébként, hogy sokszor találkoztok olyan emberrel, hogy így... Wow. Amikor nem tudsz mit mondani. Te mint érdemes ember így hozzáállsz, és így látod azt, hogy... Ezt ennek még megmondani, hogy hülye se lehet. Mert így... Egyszerűen nem. Furcsa. De biztos mindig megvoltak ezek az emberek. Persze. Csak szerintem most így valami, nem is tudom. Talán nagyobb a különbség. Fogalmam sincs. Nem tudom. Gardja, köszi szépen a csírt, megnézzük. Köszi szépen az észrevételt. Prefektor, köszi szépen a baszó csírt. Az e-heti YouTube tartalomért járó. Köszönet, Dorin. Nem kellett volna, prefektor. Köszi szépen. Kacvar Feri. Csak ha ilyen hülye, utána ne menjen kórházba. Ott betegséget szokás gyógyítani, nem a hülyeséget. Ez jogos. Implied Foam, kösz szépen a csírt. Izopod? Mi van? Implied Foam, de te miért tudod, hogy az mi? Jaj, tudom, az a mélytengeri állatka, nem? Igen. Amelyiket sétál... tudom, ezt tudom mi. Fúj! Fúj! Norvi, köszönöm a 14 hónapot, mi jár, mi köszönöm a baszót, hogy neked is. Binaurális Mikit a Tivárinak és a macskás srácnak. Kihívás, kezdem. Köszi szépen. Vini, Outbreakhez info, köszönöm szépen, ezt megnézem. Izopod, fúj! Az nem aranyos. Axi, köszönöm a 13 hónapot, Greg Németh, köszönöm szépen a feliratkozást. És Greg! Köszi a 16 hónapot, haver! Nagyon szépen köszi, hogy itt vagy. Nem is cuki az izopod, fúj! Nagyon gáz. Balázs!
Ez egy másik dolog, nem akarok most nagyon végletekben beszélni erről, hiszen nem abban a körben mozgok, de Balázs írja, hogy ő 19 éves, és hogy őt mennyire felháborítja a körülötte lévő dolgok, illetve minden. Balázs, meg kell mondjam neked, hogy a jelenlegi fiatal generációról kialakult sztereotípia szerintem nagyon rossz. Ennek nyilván megvannak az okai. De megmondom őszintén, hogy el nem tudom képzelni, milyen lehet úgy benne lenni, hogy utálod emiatt. Ja. Ez biztos, hogy egyébként rossz. Biztos, hogy egyébként rossz. Tehát, hogy úgy, hogy egy kalap alá vesznek, holott te egy normális ember vagy egyébként. Szóval, ja, ez biztos szar lehet egyébként. Nem tudom. Biztos meg volt a sztereotípia a mi tizenéves korunkról is. Én nem tudom, hogy ahhoz tartoztam-e, vagy nem, fogalmam sincs, az ember nem lát ebbe bele. De néha úgy érzem, hogy most annyira éles, hogy biztos rossz lehet. Na mindegy. Ja. Ja, idő után lepereg. Ja. Ja. De én azt gondolom egyébként, hogyha normális ember vagy, úgyis olyan emberek között vagy, akik normálisak, és akkor... Nem kezdve, de mindegy. Nehéz ebbe beleképzelni magát az embernek. Nem tudom. Mondom, nem tudom megmondani. De biztos, hogy szar lehet egyébként. Igen, Bercsiz, ez a véleményem nekem is. Csak azért nem merem kimondani, mert nem tudom, hogy mi volt, mikor mi voltunk annyi idősek. Természetesen minden sztereotípiának van amúgy alapja, nyilvánvalóan, hát látjuk, hogy ki miket csinál. De sose általánosítsatok. Higgyétek el, 5 perc beszélgetés után kiderül, ki az, aki egy iszonyat nagy agyhalott fasz, és ki az, aki nem. Csak rá kell szánni azt az időt. Emcsike, ezt a csodás eheti munkáját, amit tőletek kaptunk ismét, köszönünk mindent, VR mindenek felett, utóirat, a nincs tartalom, fogalom kezd homályba veszni. Ó, Emcsike, azt sose fog. Egyébként azt akartam mondani, hogy szerintem régebben, főleg a generáció között volt ilyen nagy különbség, de most szerintem a generációk belül is van különbség. És főleg amúgy emiatt a... Hát igazság szerint az internet az oka ennek főleg. Igen. Hogy valaki sokkal jobban tájékozódik az internetből, és valakinek van internete, és nem arról van szó, hogy valakinek nincs internet előfizetése, és valakinek van, akkor természetesen lesz különbség, de arról mondjuk nem tehet a másik. De amikor van mindkét emberek internete, és az egyik sokkal jobban tájékozott, mint a másik ember, akkor nagyon-nagyon kijön a különbség. Igen, igen. Egyébként az internet egy nagyon-nagyon veszélyes terület ebből a szempontból, és tökre egyetértek veled. Az internetet tudni kell használni, illetve, ez egy nagyon fontos dolog, illetve a másik dolog, hogy éppen milyen, tehát hogy hova esel be az internet be. Az egy nagyon-nagyon-nagyon durva dolog. Tehát az internetet képzeljétek úgy el, mint a szociális interakciók, és úgymond a maga a szocializálódás egy ilyen iszonyat durva, ilyen erősítője. Uh-huh. Úgy képzeljétek el. Tehát, ami lehet jó és rossz. Valaki, aki tudja használni az internetet, tájékozott, annak egy olyan lehetőség az internet, hogy 16 évesen olyan szinten tud úgymond koravén lenni, hogy beszarás. Persze. Ki tud alakulni olyan véleménye, ha jó helyeken tájékozódik, és többi, és többi. Olyan beszélgetéseket lehet folytatni, mint esetenként egy 30 éves emberrel, és nem egy ilyennel találkoztunk. És van olyan, aki egyszerűen képtelen használni, és csak a fasságot látja, és gyakorlatilag az lesz belőle. Igen. Ez nagyon fontos. Veritász, ilyen fasságokat nem. Ilyen fasságokat hidd el, nem. De higgyétek el, hogy ez egy ilyen dolog, hogy sok médiára jellemző ez. Ezt lehozhatjuk egyébként az újságokra is, vagy a televízióra. Ott is te választod meg úgymond, hogy milyen tartalmat fogyasztasz, ott is tudsz normális dolgokat is nézni, meg tömény fasságot. Az a baj, hogy egy fejlődő ember, aki még most áll azelőtt, hogy legyen kialakult véleménye, legyen egy személyisége, stb. Az erre többszörösen érzékeny, és ahogy megyünk így feljebb, ugye a médiáknak a hatásosságán, nyilván az internet a legmagasabb pontja, ami a legdurvánban erősíti a dolgot, olyan szinten félre tud vinni, vagy nagyon a jó irányba, hogy eszméletlen. És amúgy én is azt látom, amit mondasz, hogy elég, hogyha egy 10-11 éves gyerek
pont azokat a YouTube videókat kezdi el nézni, pont azokat a streamereket kezdi el nézni, és pont úgy elhiszi, hogy a tudnod kell, meg a hagyjálmárbékén.com a legjobb oldal a világon, és csak azt kell szívja az meg egészen, ameddig véget ér a gimnázium, és agyhalott lesz. Így van, és amúgy csodálkoztak ezen. Pont ezt akartam mondani, hogy amúgy durva, mert ugye mi úgymond megéltük azt, hogy ahogy így kialakult az internetes téma. Igen, nagyjából. Legalábbis ez a hétköznapi, nem tudunk élni nélkül érzés. De most aki tényleg annyira fiatal, aki épp hogy belecsöppen ebbe az egészbe. Yep. Hát annak ez egy ilyen végtelen kérdés, hogy most hol kezdjen hozzá, vagy hogy mi a jó, mi a rossz. Igen. Meg hogy nagyon. És most nem technikailag beszélek róla, mert természetesen hamar elsajátítják a gyerekek, hanem önmagában a tényleg a tartalom, hogy mi számít jónak, mi az igaz, mi nem. Hogy lehet fel is, hogyha valami kamu valószínűleg. Igen, és igazából valamilyen szinten, most érted, ezek az emberek villámgyorsan megtalálják a komment szekciókban az interneten azokat az embereket, akik hasonlóan gyökerek, mint ő, gyönyörűen beleforognak ebbe, és onnantól kezdve már nincsen kiút ebből, és ezért van az, hogy van egy csomó agyhalott. Ennek megvan az ellentéte is egyébként, az arányokról nem tudok. Azt nem tudom, hogy milyen arányban van ez, de egy biztos, és tudom, hogy ez egy nagyon rossz dolog, hogy ezt fogom mondani, már többször beszéltünk róla, és tudom azt is, hogy lehet, hogy én is el fogom ezt baszni. Mert nem tudom, hogy milyen. Kurva nagy felelősség van a szülőknek ebbe. Az, hogy felnőnek úgy gyerekek, hogy a szülők úgy nevezik, hogy mit csinál a gyereked? Gépezik. Ilyet ne mondjál, bazd meg. Ilyet ne mondjál, hogy gépezik. Ne mondj ilyet. Ilyen nincsen. Tehát ilyen nincsen. Olyan, mint hogyha minden, amit a lakáson kívül csinálnál az életedbe, az otthonról elmenés lenne. Igen. Ne mondjál ilyet, hogy gépezik a gyereked. Azt mondd meg, hogy mit csinál, bazd meg. Mi az, hogy nem tudod? Gépezik. Nem gépezik. Facebookon néz, mit tudom én, emberkínzós pornót. Érted? YouTube-on néz hullákat mutogató embereket. Olyan játékokkal játszik, amivel embereket boncolnak. Vagy Minecraft. Mit csinál? Ne mondd, hogy gépezik. Nem mondj ilyet. Fogalmad sincs, hogy mit csinál. Gőzöd nincsen róla. Nem tudod, kikkel beszélget. Nem tudod, hogy milyen pedofil emberekkel társalog naponta 5 óra hosszát. Nem mondd, hogy gépezik. Ez egy fasság, amit mondasz, mint szülő. Tehát az, hogy te leegyszerűsíted az életet arra, hogy a gyerekre nem kell figyelni, mert nem járkál el otthonról, még viszonylag normálisan tanul, a gép előtt tölti meg idejét, de legalább nem kell rá figyelni, mert el van a szobába. Ez nem igaz. Ha neked nem azzal kell foglalkozni, hogy a gyereked után szaladgálsz, hogy hol drogozott be a sarkon, akkor foglalkozz azzal, hogy nézd meg, hogy mit csinál otthon. Mert ilyen nincsen. Ez egy kurva nagy gáz. Ez egy kurva nagy gáz. Mi ezt látjuk? Az e-sporttal kapcsolatban rengeteg szerelő jött már ez. Ez nagyon sokszor, igen. Hogy nagyon sokan azért állnak olyan szinten hülyén ehhez a dologhoz, hogy nem értik, hogy mi van, mert egyszerűen képtelenek belelátni abba, hogy mit csinál a gyerekük. Hát nem ülnek le a gyerekük mellé, nem akarják megérteni, hogy mit csinál, igen. Sokan. Mert nem érdekli őket ez a világ, megértjük, de basszus, legalább a gyerek miatt próbálja megérteni, hogy mi az. Igen. Amivel foglalkozik. Egész nap ütöd a géped. Igen, és honnan a faszomból tudod azt, hogy mondjuk ül a gyerek a YouTube előtt, és a mélytengeri állatoknak basszus a hétköznapi szokásait és biológiáját kutatja bazd meg hónapok óta. Honnan tudod, hogy nem ezt csinálja? És ha igen, akkor azzal mi a bajod? Ja. Tehát ez a bajom, hogy annyira általánosan fogalmaznak nagyon-nagyon sok esetben, és ez egy fajta hanyagság. És én tudom, hogy rengeteg felelősség van egy szülőn. És én tudom, hogy elküldenének legtöbben a picsába, amikor ezt mondom a szülők közül, mert hát nincs idő, meg dolgozni kell, meg minden. Én tudom. Én tudom. Csak akkor ne jöjjön soha senki azzal, egy kibaszott hanggal se, hogy miattam olyan a gyereke, amilyen. Ja. Utomi, kihangsúlyoztam. Nem tudom, milyen szülőnek lenni, ezzel kezdtem, és valószínűleg én is el fogom baszni. Ez, amit most látok. Óriási felelősség. A tartalomgyártóknak is van felelőssége. Egyetértek veled mindenben. Ez így van. Én csak azt mondtam, hogy egy nagy általánosságban ez sajnos igaz. Hogy sose látnak bele. Csak majd utána csodálkoznak, hogy mit történt, ilyen hülye ez a gyerek. Hát... Igen, de alapvetően tényleg azon kellene igyekezni a szülőnek, hogy a kommunikáció a gyerekkel király legyen. Igen, sok egyszerűen elmondja. Alapból nem megy ez a kommunikáció a szülő meg a gyerek, ez nem egy géppel kapcsolatban, hanem bármivel kapcsolatban van probléma. Az egy nagyon nehéz eset, de tényleg, hogyha kicsit a szülő nyit a gyerek felé ebből a szempontból is, és hogy kicsit látja a gyerek rajta szerintem, hogy meg akarja érteni az, amit csinál, akkor sokkal nyíltabb lesz. Sokkal-sokkal nyíltabb lesz a gyerek is.
a szülő felé. És jobban, kevesebb konfliktusuk lesz szerintem. Abszolút, ha abszolút. Ha meg tudják ezt beszélni. Genyó kapitány, mondom, neked is mondom, királyság egyébként, neked is mondom, nincs semmilyen tapasztalatom ebbe, és én nem vagyok a megmondó ember, mert mondom, nem tudom, hogy én hogy fogom csinálni. Mondom, annyira beszélek, hogy most látok. Én nem tudom, én most azt látom, hogy akkora részét teszi ki a srácok életének, vagy a gyerekek életének az internet, hogy foglalkozni kell vele. Legalább egy olyan szinten, hogy értedek, megkérdezitek, hogy mi a helyzet, mi volt ma? Hát, játszottam, mit játszottál? Jó volt. Nem volt jó. Fúj. Vagy valami, érted? Tudom, hogy nehéz. Főleg egy olyan embernek, egy olyan szülőnek, aki mondjuk nem játszott soha életében. Tudom, hogy nehéz. Tudom, hogy nehéz úgy tűnni, hogy fenntartsd úgymond a saját érdeklődésed, hogy a gyerek azt lássa rajtad, hogy érdekel. De szerintem ez egy rohadtul megtérülő dolog lenne, hogyha azt a 20 percet egy nap csak megnézni, hogy mit csinál a gyerek. Ez egy tankos játék, mutam már. Vagy valami, nem tudom, hogy képzeljem el ezt a dolgot. De ez egy nehéz ügy. Mondom, megint egy olyan dolog, amiről nem tudom, hogy beszéljek, de alapvetően ezzel van a gond szerintem. Hogy sokszor nem tudják, hogy mi a helyzet. Nagyon durva egyébként az, hogy ha visszaemlékszem a gyerekkorra, mit tudom én, 6-7-8 éves voltam, faszba se volt számítógép. Jó volt Nintendo, de meg játékkonzol, meg volt, akinek volt már akkor is gépe, most nem erről beszélek. Egész nap lógtunk a faszomba. Pont múltkor Nesszel is beszéltünk erről. Lementünk a kurva játszótérre, körneszkázni, focizni, bujócskázni, tudja tököm, egymást taperolni, mindegy. A szülők tudták, hogy mit csinálunk. Mármint abból a szempontból, hogy pontosan tudták, hogy ha nem élsz, ott mit lehet csinálni. Jó, persze ott is tudtál rossz társaságba keveredni, meg minden izé. De az alapvetését annak, hogy milyen kint játszani, vagy a faszon tudja, az megvolt nekik, mert ők is azt élték át. Most viszont egy nem internet használó, vagy egy olyan szülő, aki nem használja minden nap, mit tudom, 4 órát a gépet, és nem tudja, hogy mi az, az nem tudom, hogy engedheti el. Hát gyerek, élt hozzá, addig jó. Olyan ügyesen nyomkodja. Okay. Vérnyúl. A reflex altabalás sokszor jól jön. Ez egészen biztos. Itt nem azt kell mondani, hogy én nem arról beszélek, hogy oda menjen egy szülő egy géphez és megkérdezi, hogy megint mit csinálsz. Csak érdeklődni. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Abszolút amatőr vagyok benne. Fogalmam sincs, hogy hogyan kell gyereket nevelni. Én csak azt látom, hogy nagyon-nagyon-nagyon csúnyán befolyásolja a fiatalokat az internet. És ha van valami, ami ilyen szinten befolyásol a gyereket abban, hogy milyen ember lesz, azzal foglalkozni kell. Ja. Szép, Michael. Mérbi, hasonlóan apámmal együtt voltunk végig, nem tudom, ki izgult jobban, ő vagy én. Valószínűleg ezért is ragadt meg az élmény hatványozottan, mert együtt játszottunk. Ez pedig a másik része, Mérbi. Ez pedig a másik része. Erről már beszéltünk itt a Happy Hour-ben, ez egy nagyon fontos dolog. Ja. Rohadni, tegnap volt egy ilyen beszélgetésem, hogy szülővel elmagyaráztam neki az internet veszélyt, mert 13 éves lánya titeket néz, neki pedig fogalma sincs, kik vagytok. Mutattam neki youtubereket, és értelmes tartalmakat a youtube-on, amit néznie kell a gyereknek. Azt mondta, hogy nem is akar ezekkel foglalkozni, azt néz a gyerek, amit akar. Igen. Aztán majd megeszi a tájponot. iOS Dev. A gyerekem lesz, tudja, hogy minden parental control be lesz kapcsolva mindenhol. Még IP-ket is letiltok. iOS Dev. Ez nem feltétlenül annyira nagyon rossz ötlet. Mert persze, igaz, hogy az iskolában a Józsika telefonján majd meglátja a rossz dolgokat, de legalább tudni fogja, hogy most valami olyat lát, amit nem kéne. Ja, ez teljesen jogos. Hunhulsz, köszi szépen a támogatást! Nyugodtok, soha ne hagyjatok abba, nincs tervben. Hé, jó hétvégét nektek, reptéri KFC-s srác voltam. Szevasz! Cső, neked is jó hétvégét! Zoli, köszi szépen a 13 hónapot! Hello, Karis, neked is köszi a 13 hónapot! Jesus, srácok, ez függőség. Várjatok, hogy jöttem. Igen, Schützkinder? Örülök neki. Örülök neki, haver. Köszi a csírt. Tomi boy! Igen. A teljes sötétség az félelmetes lehet. D-Barga! Jövőkében pedagógusként fontosnak tartom, hogy megtanítsuk a gyerekeket a felelős internet használatra, ha már otthon nagyon sok helyen nem kapják ezt meg. Kérdés, lesz rá idő? By the way, ma van az utolsó vizsgám, szorítsatok. Mi szorítunk, D-Barga? Hajrá! Mi és szorítunk?
Tényleg kellene erre időt szállni az iskolába, szerintem. Igen. Csak valaki olyasmi kéne megtanítsa a helyes internet használatot, aki tudja használni. Igen. Az úgy menő lenne, szerintem. Merlin Fersizár, sziasztok! A fiatalokról annyit, hogy volt egy Cségó meccsem, két srác elkezdett velem úgy beszélni, mint a kutyával. Nem vettem fel, csak a játékot. Rákerestem a két srácra, megtaláltam a közösségi oldalon a szüleiket, elküldtem privátban a videót nekik, mert kaptam egy hívást az anyukától, hogy mennyire szégyelli magát, és elnézést kér a történtekért. Nem tudott arról, hogy mit művel a gyereke az interneten. Merlin Fersizár, ez egy elég szélsőséges példa, mert nem is hallottam ilyenről. De mennyiben ez így van, ja, durva lehet. Abban biztos vagyok egyébként, hogy nagyon sok szülőnek leesne az álla, úgy, hogy visszacsúszna a seggébe, tudna egy gyereke, hogy beszél az interneten, az meg miket tuti. Ír. Az tuti. Meg hogy miket ír. Ez durva. Cliver, az én fiam saját Xboxot szeretne, de 5 évesen úgy vélem, ez még korai. Cliver, szerintem te is olyan ember vagy, meg én is, hogy ez nem is egy vélemény, hanem tudod, egy ilyen természetes ösztöntrigger, hogy igen, ez korai. Elég korai. Persze, ha nem neked kell. Bár neked van. Nem akarunk-e tanítani is a ligban? Vini, mi nem vagyunk alkalmasok arra, hogy okítsuk a társadalmat. Csak véleményeink vannak, amik vagy jók, vagy nem jók. Ennyi az egész. És ahogy csak és kizárólag abból az irányból beszélünk ezekről a dolgokról, hogy azzal a tudattal vágunk bele egy-egy ilyen beszélgetésbe, hogy tényleg érdekel, hogy nekünk mi a véleményünk. Nem pedig az, hogy a dolgok hogy vannak. Mert azt nem tudjuk megmondani. Jesus. Egyébként, na mindegy. Mike Weiss, egyébként az Ultimate válasz arra, hogy miért olyan idióták a mai fiatalok, és miért nem lettünk mi olyan kretének, hogy akkor mi voltunk gyerekek, tényleg nem volt internet, és valakinek volt is, nem volt ilyen mennyiségű toxik tartalom, mint ma. Olyan 2006 körül lett valami gyenge ADSL-ünk, nem tudtuk honnan a hülyeséget magunkba szívni, vagy nem ilyen mértékben, 90-es születés vagyok. Mike Weiss, egy záró gondolat, és teljesen egyetértek veled. Pont a múltkor faterommal beszélgettem erről, hogy mennyi hülyeséget hallani manapság, így, hogy megölik egymást az emberek, meg öngyilkosok lesznek, mit tudom én, nagyon-nagyon sok minden, most ez egyiket sem ragadjátok ki. Hogy miért van ez? És pont ezt mondtam nekik, hogy az internet egy olyan tégely, ahol ha te egy depresszív ember vagy például, vagy egy depressziós ember vagy, bocsánat, akkor pillanatok alatt megtalálod a hasonló embereket, és azok csak tovább löknek. Mondom, úgy képzeljétek el, mint egy erősítőt az internetet. Szélsőséges, kivételes esetekben segít embereken. Legtöbb esetben, ha te vegetáriánus vagy, egy év internetes közösségi élet után vegán leszel, ez egy fasz példa. Okay. Most csak próbálok éppen nem valami nagyon durva példát mondani. De az a lényeg, ez egy erősítő. És teljesen egyetértek veled, Mike Weiss, és az is igaz, hogy a mi fiatalkorunkban is megvoltak az idióták, a verekedős emberek, akik felgyújtották a szüleiket, akik lemészárolták a szomszédokat, a szektások. De kisebb volt az esély, hogy találkozunk velük. Persze. Manapság egy ilyen emberrel találkozol úgy, hogy a mit tudom én, hol a faszomba, Kuala Lumpurba csapkodja a billentyűt, érted, de minden nap beszélsz vele, és belebeszéli a fasságot a fejedbe. Igen, igen. Erre nem volt esélyünk se arra, hogy most kimentünk Debrecenbe a játszira. Játszira? Érted, most onnan a faszomból tudjam, hogy mi az a izopod, bazzeg. Ja. Hogy meg lehet enni a tájtpodot, a faszom se tudja. Most érted, volt 10 haver, vagy 12 haver a játszótéren 8 éven keresztül, egyik sem vett tájtpodot, úgyhogy én se ettem. Érted, miről beszélek? Igen. Na mindegy, igazad van, Mike Weiss, ez a lényeg. Ne szállj! Én csak azt várom, hogy napi 8 órában Duck TV-t nézzünk a gyerekkel. Ne szállj! Na, attól te fogsz leépülni, haver. Köszi szépen a csírt! Loki DS, köszi szépen a 7 hónapot! Annyi baj legyen. Lackoznak igaza van. Ha meg evett többet, úgyse láttuk. Ennyi. Igen, biztos, ma megveszünk lángszórót. Igen, ez egy ilyen dolog. Na mindegy! Ebből a beszélgetésből is mindenki kiragadja, amit akar, és megint mi leszünk a faszok. Úgyhogy ezzel az energiával csapjunk bele a napba. Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus lesz délután 2-től. Megnézzük, hogy néz ki, biztosan gyönyörű szép, már nagyon várom. Én meg közben összevágom az esti vicces videót. Aminek lesz ma premierje. Na, erre kíváncsi vagyok.
De ezt próbáljuk meg úgy leközölni, hogy megint ne legyen az, hogy megint mi vagyunk a farkok. Igen. Ja, este jöttem premiére Switchen. Jó. Nem? Remélem, hogy addigra meg lesz. Ezt mondtuk a múltkor. Igen. Tudom. Legyen 7. 7 óráig meg lesz. Addigat meg lesz szerintem, ja. Este 7-kor akkor premier itt a Twitch-en. Igen. És mondom, abban egyezzünk meg ebben, Jani, hogy ne legyen ebből na, igen. Szar. És kommunikáljátok mindenkivel, aki egy farok. Légy szíves. Különösen a farkokkal. 7-kor lesz a premier itt Twitch-en, és ezt egyezzünk meg ebben, Jani. Igen, és igen. 7-kor kikerül YouTube-ra. Persze, egyszerre. Tehát egyszerre kerül ki, igen. Nem kap senki hamarabb semmit, csak nektek meg lesz a lehetőségetek együtt megnézni. Oké? Okay? Így van. És hogy miért? Lehet. Köszi Akvilla. Köszi szépen. Loki Díjas, még egyszer köszi a 7 hónapot. Szóval ez lesz van. Így van. Trakán, passz meg, beszarok! Igen. Zírság. Na, kíváncsi vagyok, mi lesz ebből. Meg reméljük, hogy működik ez a feature. Ja, úgy reméljük, igen. Nem próbáltam. Na mindegy, srácok! Ha nem megy, akkor YouTube-on nézzétek. Akivel délután nem találkozunk, annak nagyon boldog hétvégét. Aztán jók legyetek. Szevasztok. Szevasztok.